Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben, mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a főtanács tagjai pedig gúnyolódtak. Másokat megszabadított, mondták. Most szabadítsa meg önmagát, ha ő a messiás, az Isten választotja. Gúnyt tűztek belőle a katonák is, oda mentek és ecettel kínálták. Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat, mondták. Felirat is volt a feje fölött, ez a zsidók királya. Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta. Nem te vagy a messiás? Szabadítsd meg hát magadat és minket is. A másik rászólt. Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk, de ez semmi rosszat sem tett. Aztán hozzáfordult. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor országodba érkezel. Ő ezt válaszolta neki, bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Ezek az evangélium igéi. Az egyházi év utolsó vasárnapja a nagyobb évközi időt lezáró 34. vasárnap tulajdonképpen Krisztus király vasárnapja. Manapság én azt hiszem, hogy a király fogalmával és szavával olyan túl sokat nem tudunk kezdeni, és maga a szó jelentősen átértékelődik a mi valóságunkban, a maga tradicionális jelentés tartalmával nem is értelmezhető. A gyerekek előszeretettel használják. A fiataljaink szájából gyakran hallani, amikor valami jó, amikor valami tetszik, amikor valami a helyén van és patent, akkor gyakran mondják azt, hogy na ez király, ez így oké, ez így van rendjén. És én azt hiszem, hogy akkor, amikor a mindenség királyát ünnepeljük, nyilván két dologra okvetlenül oda kell, hogy figyeljünk. Egyrészt arra, hogy abban a világban, ami az individuum nagyságát hirdeti, abban a világban, ahol az önmagam megvalósítása elvileg mindent el kell, hogy homályosítson, ahol céljaim kell, hogy legyenek, ahol magamnak is tündökölnöm kell, ahol sikeresnek kell lennem, kicsit lassan kezdünk újra a zsidó Salomföld teológiája felé haladni, hogy majd akinek a családja, a társadalmi kapcsolatai, az anyagi helyzete rendben van, az lehetséges, hogy az üdvösség útját járja, legalábbis a világ elgondolásai szerint. Abban a világban vajon ki az, aki az én életem ura? Hiszen magának a létezésemnek számos olyan pontja van, amit nem én uralok. Ami nem tőlem függ. Nem a saját akaratomból jöttem erre a világba, és hát bizony az esetek túlnyomó többségében nem is úgy, nem is akkor távozom, amikor én azt elgondoltam. Számtalan olyan dolga van az életnek magának, a létezés mélyének, amit nem tudok kézben tartani, amit nem én irányítok, ami nem tőlem függ. És bizony az ember ilyenkor hajlamos kétségbe esni, hajlamos kapkodni, hajlamos sok mindent megtenni azért, hogy ezeket a helyzeteket valamilyen módon uralja, valamilyen módon kézben tartsa, valamilyen módon urává legyen a saját élete királyává, az élet királyává. És rá kell, hogy jöjjünk, hogy ez nem megy. Hogy ez nem megy magunktól, hogy ehhez mi nagyon kevesek, hogy ehhez mi nagyon kicsik vagyunk. Hogy vajon látjuk-e, meglátjuk-e az Istenben? Meglátjuk-e az Isten emberi arcában, Krisztusban az élet urát, a saját életem, az én létezésem királyát, azt, akinek a szeretete teremtő jóságából én is taposom ezt a bolygót, aki miatt dobog a szívem, akitől minden potenciálom és minden lehetőségem származik, aki tud és akar olyan kereteket adni, amit az én szabad döntésem és választásom eredményeképpen én magam is elfogadhatok, hogy az életem a maga teljességébe jusson, hogy ezek ne bezárjanak, hanem megtartsanak, hogy ennek a rendszernek én magam is alkotó, én magam is aktív tagja legyek, hogy az a király, ahogy manapság használjuk, az a jó, az a helyén való, az a patent, az a tetsző, az általam, az bennem, az az én környezetemben is
létrejöhessen, megvalósulhasson, láthatóvá válhasson. Vajon tudok-e fejet hajtani előtte, vajon tudom-e elismerni magát az Istent, magát a személyessé váló Urat, Krisztust, az élet uraként, az élet királyaként, és tudok-e úgy tekinteni rá, és akár erre a vasárnapra is, hogy maga nem egy elnyomó rendszer ura, hanem az én nagyobb szabadságom záloga, hogy akkor, amikor valaminek a végét látom, akkor okvetlenül ott a potenciál, és ott a kezdet benne, hogy az örökkön örökké, az ebben az uralomban egy nagyon sajátos, nagyon mély, számunkra befoghatatlan és felfoghatatlan paradigmává válik.